Széles a Duna, magas a partja, nincs olyan legény, aki átugorja. Basa Pista átugrotta, kis csizmáját se sározta, ez ám a legény. Pár Julcsi énekes számos neves nép és világzenei formáció tagjaként, vagy vendégeként ismeri a koncertközönség. Tükös mákosa. Tárkányművek, Bazseva, Dalinda. Több nemzetközileg is toplistás album kapcsolódik a nevéhez, különleges hangszíne, zenei és előadói felkészültsége mindig meghozzák számára a sikert. Saját gyermekei születése után kezdte el interaktív népzenés foglalkozásait, zeneterápiás szemlélettel átitatva. De albuma kiszülettek, először a Kerekerdő, utána a Kerek utca, amit ma a Biatorbágyiak is láthattak. Kerek utca úgy 2 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem. Az első lemezem a Kerekerdő sikere, meg az egész visszajelzés tömeg, amit tényleg így a szülőktől, hallgatóságtól, gyerekektől, tényleg nagyszülőktől kaptam az elmúlt néhány évben, az úgy felbátorított arra, hogy ezt így folytatni kell. Alapvetően ugye magyar népzenét viszünk színpadra, de hát abszolút átdolgozott világzenei köntő. Nem tündérmesen, nincsenek benne kitalált figurák. Itt emberi kapcsolatokról, kapcsolódásokról, egy saját belső fejlődés van a fókuszban. Hosszú, közös műhely munka érlelte ki, hogy ez a mese mégis valami varázslatos világba vigyen, és ne feltétlenül a teljesen realitás talaján maradjon. Kéz a kézben jár, és egyenrangú minden egyes kis eleme ennek az egész produkciónak, bár ugye én vagyok a zenei rendezője, meg a hangszerelője ennek a zenei anyagnak. Attól függetlenül, hogy a zene született meg elsőre, és arra reagálva épült rá a látvány, majd az egész rendezés, az egész dramaturgia, abszolút kiegyenlítette a mérleg két serpenyőjét. A Kerek utca igazából egy faluban játszódik. Ezek a konfliktusok, vagy problémák, vagy megoldandó helyzetek, amik 100, 150, 200 vagy 500 évvel ezelőtt foglalkoztatták az embereket, ugyanezekkel a helyzetekkel dolgozunk mi is a mai napig. Nem vesztették el a népdalok az aktualitásokat, nagyon is tud szólni a mostani generációkhoz, csak meg kell egyszerűen találni azt a nyelvet, vagy azt a csatornát, amin keresztül ezt így áramoltatni lehet. Funda kávé kamanduk, appa cukka, fundaluka, funda kávé kamanduka, appcu, fundalu, funda kávé kamanduk. Kerek utca szereplői húsvéremberek, tehát életkezdetükben lévő fiatalok, lányok, fiúk, barátok, szerelmesek, vetétársak, nyilván itt zsánerek jönnek elő, de az, hogy Varga Julcsa és Basa Pista akármelyikünk lehet innen a nézőtérből, akármelyik kisgyerek válhat a saját történetének és a saját életének a főszereplőjévé. Ez nekem nagyon-nagyon fontos szempont is volt, hogy aki beül ide a nézőtérre, legyen fél éves, vagy legyen 100 éves, ugyanúgy legyen egy olyan réteg ennek a produkciónak, amit ő haza tud vinni magával. De két korona, azzal azt mulathatok, reggelig csak lemonádét ihatok. A gyereknek is a legmagasabb esztétikai és zenei minőséget muszáj egyszerűen nyújtanunk. Megoldási struktúrákat épít a zene, a játék, a mozgás, a mese, minden olyan elem, amivel itt így gyakorlatilag dolgoztunk a színpadon.
A magyar népdaloknál sokszor halljuk ugyanazt a szöveget, más-más dallamra ráénekelve. Kihasználtam egyszerűen azt a lehetőséget, hogy Kerek utca kicsi ház, ez rengeteg helyen, rengeteg tájegységen, dialektus területen, adatközlőnél megjelenik, csak különféle variánsokban éneklik. És gyakorlatilag az egész darab folyamán mindig felbukkan egy-egy fontos résznél, hogy visszatérünk ebbe a körbe. Én azt gondolom, hogy talán a bábos jelenetnek a dallamai hívták be leginkább ezt a Kerek utcába való megérkezést, és talán ezek állnak hozzám a legközelebb. A nézőtéren szék nem maradt üresen. A mesejáték igencsak kedvére volt a Biatorbágyi nagyértelműnek is, sok kisgyerek nagy tapsal fejezte ki tetszését.